Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, mint ahogy megszokhatták, próbálok boncolgatni olyan témát, ami nehezebb egy kicsit a nyelvünknek is, meg a helyzetünknek is. Ez alkalommal az ingatlan piaccal fogunk foglalkozni, ugyanis bizonyára önök is olvasták, észrevették, hogy az ingatlan árak szögdösnek, sőt eléggé masszívan kúsznak felfele. Megpróbálunk ezekre a mozgásokra megfelelő válaszokat találni. Meghívottammal Isten hozott a stúdiónkban. Köszönöm szépen! Jó napot, üdvözlöm a kedves nézőket! Bíró Robertről van szó, ő ingatlan közvetítő, és hát amióta a televízióban dolgozom, hát aminek most már lassan ugye 14 éve lesz, de a 13-at már mindenképpen rúgtuk, azóta készítek vele interjúkat az ingatlan piacról, eddig jók voltak a meglátásai, lássuk most. Ugye, Robi, elkerülhetetlen az, hogy koronavírus fényével messzéljünk az ingatlan piacról. Hogyan reagált a piac erre a koronavírusra, vagy inkább arra a válságszélre, ami lehet, hogy már itt van? Hát minden gazdasági ág, az ingatlanipar is reagált a koronavírus járványra. És sajnos még nem mondható, hogy ez a járványnak az effektusa és a reakció véget ért, úgyhogy várakozunk még, hogy mi fog történni gazdaságilag is, mert egyelőre szociálisan megéreztük mindannyian, hogy mit jelent ez a járvány, és ennek hatására változott az ingatlanpiac, változtak a kérések, és változtak ugyanúgy a kapcsolatok az emberek között, és ennek árnyékában várjuk a gazdasági oldalát is ennek a válságnak. Eddig milyen olyan mozgások figyelhetőek meg ezen a piacon, ami biztosra mondható végül is, hogy összefüggésben lehet ezzel a járvány időszakkal? Ez, amit a felvezetőben mondtam, hogy eléggé azt látjuk, hogy felment az ingatlan piac, felment az ingatlanoknak az ára a piacon, ez összefügghet? Biztosan, hogy összefügg, és hogyha már az ingatlan piacról beszélünk, akkor úgy kell nézzük az ingatlan piacot, hogy négy részből áll. Uh-huh. Különálló részei vannak az ingatlan piacnak, mind az ipari és logisztikai piac, uh-huh. ami azt jelenti, hogy sok befektető mostan ezzel a válság miatt erre az ágra összpontosította a tőkéit, mivel hogy a kereskedelem átment nagyon nagy mértékben az IT-be, vagyis az online-ba. Ezért ezek a logisztikai parkok nagyon felmentek, és ezeknek növekedése volt, mind piac. A másik ága az ingatlan piacnak, amelyik a komerciális, a nagy bevásárlóközpontok építése, a bevásárlóközpontok kiadása. Ez a része a piacnak egy kicsit visszaesett a tavaly, de nem várt mértékben hamar helyrejött. Mivel az embereknek szükségük volt a szocializálásra, ezeket a bevásárlóközpontokat hamarosan megnyitották, és próbálták nyitva tartani, ahogy lehet, és amilyen feltételek között lehet, és ebből kifolyólag az embereknek szükségük volt a szocializálásra, jártak a bevásárlóközpontokba, azok mindig teli vannak, ott nincs probléma a távolságtartása, és úgy látszik, hogy ez a piac is túlélte azt az első hullámot, az első reakciót. Hát ha egy kis zárójelet viccet megengedsz nekem, akkor ugye hogy van ezzel a vásárlásmániával, vagy a hölgyek sokat gyógyulnak vásárlással? Igen, elnézést kérek, hölgyek, én is az vagyok. Igen, ez most egy kicsit terápia is volt. Szóltam, de folytathatjuk a harmadik résszel. A harmadik rész, ami megérezte nagyon az ingatlan piacon a változást, az az irodaházaknak az átalakulása. Mivel a munka nagy része hazaköltözött, otthonról dolgoznak, most már tudjuk, hogy a munkaerő nagy része otthonról dolgozik, mivel a mi gazdaságunk nem az iparra, nem a kézi munkára alapszik, hanem inkább az otthonról dolgozás,
és ebből kifolyólag az irodaházak nagyon visszaestek, mint kereslet, átalakultak, akik tudtak, akik modernizálták, és fejlesztették az irodaházat, az épületet, technologizálták, próbáltak változtatni, azok megmaradtak a piacon. A régebbi irodaházak, amik már nem voltak annyira fejlettek, annyira elasztikusak, azok sajnos üresen maradtak. Úgyhogy ez az ága a piacnak visszaesett. Uh-huh. A negyedik és az utolsó, ami minket jobban érint személyesen, az a rezidenciális, vagyis a lakásoknak a piaca. A rezidenciális része az ingatlan piacnak az nem várt mértékben hamar túlélte az első úgymond pofont, amit kaptunk az élettől, és 2020-ban a felmérések szerint egy olyan 4-5%-ot növekedett a piac. Igen, nekem is ez a meglátásom, ugye az alapon, amiket olvastam meg, amiket szakemberektől hallottam, de viszonyítva ahhoz a válsághoz, ugye, ami 2007-2008-ban volt, hát azért ott akkor már az ingatlan piacon is nagyon látszott az, hogy baj van. Igen, itt most már két különféle válságról beszélünk. Uh-huh. A 2007-es válság az egy effektív gazdasági válság volt. Igen. Amit a tőkepiacon mozgatott nagy mennyiségű tőkék generáltak, mert azok vezettek növekedéshez, vezettek egyfajta mondhatom inflációhoz is, és minden, ami felfújódott. És persze a gazdaság és maga az ipar nem tudta fenntartani ezt a növekedést, uh-huh. és persze, hogy ez egyből lezuhant. És ez hozta maga után, persze zuhantak az egészséges vállalkozások is, zuhantak az egészséges iparágak, amiknek semmi közük nem volt a tőkéhez, és ez hozzávezetett egy nagy, hosszú folyamathoz, úgy érte, hogy lassú visszaálláshoz a piacon, a tőkének, a gazdaságnak a lassú visszaállásához vezetett. A mostani válság pedig egy mondhatom szociális válság, egy egészségügyi válság, amire hirtelen reagáltak az emberek, a politika, a nemzetközi szervezetek, hogy és mint tudunk védekezni. Próbálták engedni a gazdaságot, hogy működjön, mert a gazdaságnak nem volt egy válság, hanem a gazdaságnak volt egy változás. Hát lett egy mini válság, ha úgy tetszik, akkor egyes, ugye, amikor gazdasági, az időszakos lezárások történtek. Egyes gazdasági részeket tényleg érintett 100%-osan és direktben, mert ezek a gazdasági iparág, mint a turizmus, a horeka, úgy értve szálloda, vendéglő, kávézó, minden olyan iparág, ami a szocializálásra alapult, és amit effektív megtiltottak. Uh-huh. Ebből kifolyólag a nehéz ipar, a gazdaság próbál tovább menni, mert az emberek, a vállalkozók nem várják a politikai beavatkozást, ők muszáj csináljanak, mert ha nem, akkor effektív ők is éhen halnak. Egyszerű. Egy vállalkozásod, ha csinálod, megy, ha nem csinálod, igen, nem megy. Ennyi. Igen, nem vársz irányítást, nem vársz... Jó, az embereknek vannak elvárásaik a politikától. Persze, csak nem a mennyei mannát várják, igen, hanem próbálnak ugye helyzetet megoldani ők is, hát ami a cégvezetők. Úgyhogy ennek a válságnak az az érdekessége, hogy most reagáltunk a válságra, próbáltunk gyógyítani, oltások, stb. Próbáltuk gyógyítani ezt a válságot, és várjuk a gazdasági reakciót. Úgy érte, hogy az a visszaesés, az szép lassan a gazdaságot is megállította, vagy lelassította, de már reméljük, hogy nem lesz az a V alakú esés, ami zuhanás volt a 2007-8-as válságban. Hát igen, de az egyes szakértők dupla V-ként is emlegetik ugye a 2007-es válságot, igen, mert hogy az úgy történt, hát ha ez nem úgy fog történni, nem tenne jót azért. Hát ez reméljük, hogy egy U alakú válság lesz, gazdasági válság, úgy értve, hogy szép lassan esik, és akkor ugyanúgy nő. Azért, mert várjuk, mert már tanultunk a 2008-asból, nem mi a tőzsdén dolgozó szakemberek, akik verifikálják, akik kontrollálják a tőzsdét, azok tanultak ebből, hogy akkor
mit jelentett a válság, mit kell csinálni, mit nem kell csinálni, és reméljük, hogy ebből a leckéből tanultunk, és fel tudjuk használni a mostani válságra. Egyébként az ingatlanpiac ugye mindig utoljára, vagy az utolsók között esik el, amikor egy válságról beszélünk. Mikorra számolható valami változás ezen a piacon? Ha úgy tetszik, akkor ragadjuk meg csak a negyedik szegmenst, a rezidenciális szegmenst, és ha nem, igen, akkor beszélhetünk mind a négyről, csak egy kicsit szedjük szét. Hát normális, hogy elsősorban a rezidenciális szegmens érdekel, mivel hogy itt a román piac eléggé különleges az európai piachoz képest, mert Romániában köztudott, hogy 96%-a a lakásoknak, azoknak a személyeknek a tulajdonában van, aki benne lakik. Uh-huh. Ami Európában pont fordítva van. Úgy érte, hogy... És ebből kifolyólag az a rezidenciális részleg érint majdnem minden személyt. És mondhatom, hogy növekedett a piac egy egészséges 5%-os, 4%-os növekedésben volt része, ami az előjelzések szerint az idén is meg lesz ez a növekedés. Mivel nagyon sok embert érint, és ezek a mi szokásaink, hogy lakást vásároljunk, saját lakásunk legyünk, nem bérben lakjunk, oda vezet, hogy ez a piac nem fog megállni, és hogyha a gazdaság is szép finoman esik, és finoman fog visszaállni, akkor ez a piac szerintem nem fogja megérezni úgy a gazdasági válságot, mint 2008-ban. Úgyhogy ne felejtsük el, hogy nálunk 96% a tulajdonos, nálunk 50% az embereknek zsufolt lakásokban laknak, és kevés négyzetméteren laknak. Ez is oda vezet, hogy idővel ez fog változni, mert ahogy növekedik a gazdaság, növekedik az embernek az életszínvonala, úgy fog tágulni a lakása. És akkor ne felejtsük el, hogy kb. 30% a felmértések szerint a külföldön élő románoknak 30%-a haza fog vándorolni. Legalábbis ezt nyilatkozta, hogy szeretne haza költözni. És ez is oda veszett, hogy a piac ugyanúgy lesz alimentálva új és új kliensekkel, új kérésekkel, és persze a régi és a hagyományos migráció faluról, városról, az még nem fejeződött be nálunk, még nagyon sokan laknak falul. Sőt, most kezdődött el a fordított migráció, ugye nem olyan nagyon régen. Jó, ez a migráció, ami megkezdődött most a válság miatt, hogy szükségünk van helységre, szükségünk van, és otthonról tudunk dolgozni, ez világszerte megtörtént. Nem pont erre gondoltam, hanem inkább arra tudod, amikor városról kiköltöznek egy közeli faluba, és akkor inkább vállalják az ingázást. Erről nem beszélek, ezt akartam mondani, hogy ez világszerte, sőt, Amerikában is ez a fajta vándorlás a belvárosokból, a zsufolt tömbházakból kiköltözni külvárosba, oda vezetett, hogy az amerikai piac is 5%-kal növekedett az újra eladott lakások révén, és amellett, hogy növekedett az ingatlanpiac, észrevettük, hogy 10%-kal növekedett a régi autóknak a vásárlása. Azért, mert az emberek kiköltöztek, inkább külvárosba navétáznak, és megoldják a munkahelyet otthonról is, navéta, és ez volt ennek a krízisnek mondjuk az egyik, én úgy mondom, hogy reakciója, hogy az emberek próbálnak egy kicsit megszabadulni a várostól, a nagy ritmustól, a nagy zajtól, a nagy futástól. Milyen a kereslet, illetve a kínálat a piacon? Ahogy az elején megfogalmaztam, nekem úgy tűnik, hogy borzalmasan magasak az árak, mindegy, hogy magánházról beszélünk, vagy tömbház lakásról. Ez összefüggésben lehet a járványos időszakkal, vagy úgy egyébként most normális a piac mértéke? Én szerintem a piac így nagyjából egészséges. Igen? Ez a növekedés nagyjából egészséges. Ezek az árak jó, nagynak tűnnek, mert az árak euróban vannak megszabva. A bankok lejjebe adják a kölcsönöket, lejjebe számolják a kamatokat. Csökkentettek a bankok nagyon sok kamatot, a robort, az euró, és a robort a Nemzeti Bank csökkentette. Ebből kifolyólag
úgy néz ki, hogy könnyebben hozzá lehet jutni a lejhez. De amit számításba kell venni, hogy az ingatlanpiac euróba számol. Uh-huh. Euróba számolja az anyagokat, a munkaerőt, és a munkaerő annak ellenére, hogy mondják, hogy mindenki hazajött, nem nőtt meg. Úgy érte, hogy a munkapiacon nagyon nehezen lehet kapni szakembereket, és megbízható és hosszú távú szerződéseket nagyon nehéz kötni. Ebből kifolyólag az ingatlan árak, én azt mondom, hogy egészséges növekedésben vannak, és ez a tendenció szerintem megvan. Mennyire befolyásolja az egészséges piaci működést az, hogy igaz, nemrégiben az első ház, az első otthon programot elindították ismét, illetve hogyan befolyásolja az egészséges növekedését vagy meglétét a piacnak az, hogy egyre több új és új tömbházlakást, illetve lakóházat, lakóház csoportot építenek, akár városon, akár a városok melletti kis falvakban? Hát ezt az első lakás programot mondjuk a piac már ismeri régóta, úgyhogy ugyanúgy fel tudja dolgozni, mint eddig, uh-huh. és bele tudja számítani a tervekbe, a jövő építési tervekbe. És én úgy érzem, hogy a piacon nincs túl kínálat, mivel mondom, hogy a kérések száma egyfolytában, szóval uh-huh. nem, hogy növekedik, hanem állandó. Létezik, uh-huh. állandó. És az, hogy új több házakat építünk egyfolytában, az annak a hátránya, hogy nálunk Romániában a több házaknak nagy része 40-50 éves. Mondhatom, hogy azt hiszem, hogy valami 60-70%-a 40-50 éves, ha nem 80. És ezek a tömbházak, mit tudom, beszélek például egy 10 emeletes blokkról, 80, legalább 40 vagy 80 lakossal van, 40-80 tulajdonossal van. Úgyhogy ezeknek a tömbházaknak a rehabilitása, az újraépítése nagyon effektív lehetetlen. Az emberek csinálnak minimálisat, kicserélnek egy közlefolyást, egy vízszerelést az egész blokkba kicserélni, vagy mit tudom, anvelopálják, ahogy mondják, ugye, vagy izolálják a blokkot. Ennyit még megbír egy asszociáció, ahogy nevezik ők, hogy összeállnak 40-50 tulajdonos, és megegyeznek nagy nehezen, hogy na, ennyiben megcsináljuk azt a befektetést. Nyugaton már nem így működik. Nyugaton egy ilyen régi blokkot lehet lebontottak volna már rég, azért mert 3-4 embernek a tulajdonában van, azok összeülnek, annak van egy adminisztrációja, van egy vezetősége, van egy decízió csoport, fóruma, aki azt mondja, hogy ne uram, ezt le kell bontani, hiába, mint tatarozó. Na, nálunk nem így létezik. Ezért nálunk a vállalkozók építik az újakat, csak aztán a régivel mi lesz, hova jutunk, nem lehet tudni, de az a szerencse, hogy 40 tulajdonos ügyel mindegyik a saját tulajdonára, és eladják egymás között, mert az a réteg a piacnak megmarad, aki a régi uh-huh. lakásokat fogja igényelni, mert közele vannak a belvároshoz. Megszokták a negyedet, megszokták az iskolát. És... Uh-huh. No, úgyhogy ez különbözik a keleti és a nyugati piac, vagyis a román, mert inkább Romániában vannak sok tulajdonos tömbházak. Ugye nem régiben elindították, vagy kezdeményezték, mert még nem véglegesítődött az Anélés lakásokról az elképzelés, hogy alacsonyabb áron megkaphatják a benne lakó emberek, hogyha igénylik azt. Ez olyan akkora szegmens a piacon, hogy bezavarhat? Nem, sajnos, hogy elég alacsony vagy lassú ritmusban működik ez az Anélés lakásoknak az építése, a maga a törvényhozás, maga a pénzügy, ami működtet az egészet. Nagyon lassan működik, és nagyon, én azt mondom, hogy ez egy ilyen szociális, politikai, mondhatom, reklám. Uh-huh. És csinálják, mert kell csinálják, és ez hozzátartozik a politikai ígéretekhez. És ha kismértékben is csinálják, de megcsinálták. Úgyhogy a piacot nem hiszem, hogy befolyásolja. Értem, akkor ezt a kérdést választörüljük is, ha úgy tetszik a műsorból, mert akkor politizálni mi ketten nem fogunk, viszont van egy másik kérdés, ami talán érdekes lehet, akár a televízió nézők szempontjából is, hogy mennyire
hány százalékban, vagy milyen nagyságrendben táplálja a román ingatlan piacot a külföldi tőke? Most itt beszélhetünk mi nagy négy szegmensről igazából. Igen, hát normális az első három szegmens általában külföldi tőkéből működik. Mondjuk a komerciális szegmens, Romániában van két nagy építő, aki olyan szupermarketeket épít, komerciális, vagy ilyen bevásárlóközpontokat épít. Azon kívül a többi az mind külföldi tőkéből van, úgyhogy mondhatom 90% a több külföldi tőke, külföldi döntés, hogy mikor, hol építenek, mennyit építenek, és hogy fejlesztik az egészet. Persze figyelembe véve a helyi szükségletet, figyelembe véve a helyi politikát, a helyi gazdasági lehetőség. És hova tovább? Tehát, hogyha egy emberke, akinek egy magánember, akinek van annyi pénze, hogy meg tudna engedni egy ingatlant magának, van értelme ebbe fektetni? Most hol tartunk ezzel az elmélettel? Mert hogy ugye régebben mindig az volt, hogy fiam, ha van egy kis pénzed, akkor biztosan ingatlanba kell fektetni, mert az soha nem fog eltűnni. Igen. Igen, ez még most is így van szerintem, és így fog maradni, mivel mi nem játszunk tőzsdén, az egyszerű ember nem tőzsdézik, nem vásárol, mit tudom én, bitcoins, vagy ilyenféle pénzügyeket. És emiatt nekünk a legbiztosabb és a leggazdaságosabb befektetés az ingatlan. Most már, hogy mi befektessük az ingatlanba, lehet földet vásárolni, lehet szántóföldet. Ki, ahol növekedett, ki, amit tanult, amit hozott a háttérből, a backgroundból, abba próbál befektetni, és abból próbál tőkét előállítani. Ami a rezidenciális piacot illeti, én azt mondom, hogy még egyelőre érdemes befektetni. Most beszélünk a többségről, aki összegyűjtött egy kicsi pénzt. Érdemes befektetni lakásokban, de elsősorban olyan lakásokban, amelyik újépítésű, és ha lehetséges, még olyan fázisban kell megvásárolni, mikor még projektben van, még a befektetőnek is szüksége van egy indulási tőkére, akkor a kisebb árral árulja az ingatlanokat. És ezt már sajnos, hogy mi is a külföldiektől tanuljunk, ők jönnek, megvásárolunk 3-4 apartamon, tehát egy új projektnél, egy új tervnél, elmennek 3 év múlva, amikor kész van az egész tömbház, be van rendezve, parkolók, játszótér, minden megvan, akkor eladják. Igen, hosszú távú befektetés ugye olyan emberek számára, akinek a zsebe ezt megengedi. Igen. De egy helybéli ember, aki mondjuk havi 2000-2500 leért dolgozik, nem valószínű, hogy egy ekkora befektetést ugye meg tud engedni. Elég igen, nehezen. De a helyi ember azon gondolkozik most már, hogyha én új családot alapítok, szükségem van lakásra, most menjek bérbe vagy vásároljak. Ebben az esetben a vásárlás nálunk még olyan mondom, genetikai kötelesség, hogy mindenki a családban megcsinálta, most én is meg kell csináljam mind a gyereket, mind a házasodást, és stb. És akkor mindenki vesz magának egy házat. És ezeknél ajánlom, hogyha tényleg akarok vásárolni, és akarják, hogy a pénzüknek az értéke ne vesszen, akkor új lakásba fektessék be, akár új házakba, akár a környéken, a körül, város körüli részben, mert idővel kifizetendő. Ha már itt tartunk, ugye mindig magyarázzák, hogy jaj, hogyha vásárolsz házat, akkor mindenképpen régit vegyél. Mert az új építésű ki tudja, mi van benne, nem fog annyit tartani. Na, te ezt hogy látod, mennyire valós probléma? Hát szerintem nem. Most már a piac annyira kontrollálva van, és annyira fejlődött maga az építkezésnek a rendje, a szabálya, hogy most már ilyen chantier főnök nélkül, és egy ellenőrzés nélkül, egy aláírás nélkül, amiért az ember felel, úgy a strukturálisan, úgy, mind hogy betartani a fázisokat.
És már az új építkezési vállalatok, vagy fejlesztők ezeket a szabályokat be kell tartsák, nincsen semmi kiskapu, és nagyon nem is reckíroznak, mert a piacon megmaradt egy jó pár fejlesztő, akinek már a hírneve van a játékban. És hogyha jön a kliens, és már oda jutottunk, sokszor megkérik, hogy ki az építész, ki a vállalkozó, ki a fejlesztő, és akkor az szerint már hírnév és egy adott szintű minőséget be kell tartsanak. Ha megtapasztalat, ugye, hogyha volt korábbi fejlesztésem. A tapasztalat és maga az, hogy most már mindenki garanciát kell adjon, mindenki hogy mondjam, cégen dolgozik, már eltűntek azok a régi, hogy én felépítem magamnak, és aztán eladom. És aztán ezek a régi szokások, ami ezelőtt 10-15 évvel így indultak az első vállalkozások, felépítette az ember, lakott egy-két hónapot, jött valaki, azt mondta, hogy adok neked ennyit érte. Hó, hát akkor én hónaptól neki fogok, és építek még egyet. És így alakultak ki ezek a vállalkozók, de azok most már szerencsére hivatalosan garanciával dolgoznak, minden anyagra papír van, minden anyagra vállalják a garanciát, és akkor nincsen semmi utólagos diszkuciók, hogy jaj, hát ez ennyi volt, vagy nem volt, vagy bele volt téve, vagy nem volt bele téve. Ez a biztonság és bizonyosság jellemző úgy a kisvárosi vagy falusi vidéki ingatlanpiacra, mint a nagyvárosira? Gondolok itt arra, igaz, hogy mi most Marosvásárhelyen beszélgetünk, itt van mellettünk Kolozsvár, szinte minden második nap lehet olvasni valami ingatlanfejlesztésről. Bukarestről még nem is beszéltünk, és akkor most ne is soroljuk az egyéb nagyvárosokat, de hogy van ez így elosztva a román piacon? Hát a román piac, az ingatlan piac, a rezidenciális piac, mert előbb beszélünk inkább, normális, hogy követi a lakosság szintet. Úgy értve, hogyha nagyváros, nagy piac, és akkor ebből kifele a mostani piac úgy van, hogy Kolozsvár felényesen vezet az árakkal, a növekedéssel, sőt, oda jutottak, hogy az új építésű lakások 10%-ot nőttek. Az 5%-os átlaghoz képest, ami volt az országban, ők is elérték a 7%-ot átlagba véve, de az új lakások 10%-kal növekedtek, mind érték. Úgy értve, hogy oda jutottak, már 1400 eurói is árulják a négyzetméterét egy fél kész lakásnak. És akkor a kolozsvári piacot követi a bukaresti, temesvári, úgy utána jön a Konstanca, Brassó, ezek a nagyobb városok. Ezek vezetik a piacot. Most mi Vásárhelyen vagyunk egy olyan helyzetben, hogy közel vagyunk Kolozsvárhoz, és vezet az ottani áramlat, az ottani bizsergés, de Kolozsvár messze áll Vásárhelytől, mert Kolozsvár egy olyan város, amelyik nem csak, hogy fejlődött, mint ingatlan piac, és 1400 euróra jutott négyzetméterre, hanem fejlődött a város. Úgy gazdaságilag, mint technológiailag, mint adminisztratív, nagyon fejlődött a város, és akkor egy vonzó város lett. Bukaresthez képest, amelyik nem fejlődik, mint én, szóval úgy értem, hogy a város próbál fejlődni, de nagy harcok vannak ott, és belebotlanak egyik a másikba, és nem tudják fejleszteni mindegyik a saját programát. De erről ne beszéljünk, és akkor Kolozsvár volt az alternatíva, azt mondja, hát Kolozsvár nyújt több lehetőséget. Hát lássuk, hogy Kolozsvárnak a szelleme mennyire fog meglegyinteni bennünket itt Marosvásárhelyen. Remélem. Robi, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szívesen. És ugyanakkor köszönöm a jó tanácsot is a befektetés témakörben. Biztos el fogunk még hívni. Köszönöm én is a meghívást, és remélem, hogy segítette. Elnézést, hogy közbeszóltam, de igen, segítettél. Kedves televízió nézők, önöknek köszönöm a figyelmet, röviden összefoglalva, lehet befektetni ingatlanba, és hogyha hisznek az ingatlan közvetítőnek, akkor félkész házakba, ingatlanokba fektessenek be, hogyha éppen annyi pénz van a zsebükben. Eredményeket önöknek köszönöm, hogy ismét velünk voltak. Minden jót, viszontlátásra!